egy adottság elsősorban az, hogy én most ebbe a kultúrkörbe, ebbe a genetikai konstellációba születtem bele, úgyhogy könnyű dolgom van, mert nem választanom kellett ezt, hanem valahol ott van génjeimben nagyon mélyen bevésve. Nincs itt nálunk költség-haszontanulmány, nincs üzleti terv, hanem elvégezzük az éghajlatok, évszakok kínálta vagy követelte feladatokat természettel, földdel, állattal. Ez az életfeltétel a helyhez kötöttséget követeli meg, az állatokat reggel este el kell látni, gondoskodni kell róluk. Bele kell simuljak én a természet rendjébe, figyelnem kell a természetet, és annak a törvényszerűségeit kellene lerezonáljam. Nem egyszerűen sajtot árulunk, hanem a sajtban koncentrált életforma, a sajt ízébe vissza kell, hogy köszönjön. Úgyhogy ha jó a sajt, az nem azért jó, mert én jó sajtot tudok csinálni, hanem azért, mert az életforma, ami mögötte van, az igyekszik belesimulni a természetbe. Ebből tulajdonképpen tudomásul veszük alázattal azt, hogy emberi a munka, isteni az áldás. Az ember élete akkor kezdődik, amikor észreveszi rajta kívülálló világot. Tehát erdélyiként nekem az a dolgom, hogy egy közösségi ügyet szolgáljak, ott, ahol vagyok, és ember legyen igényes és egyszerű.